Nagyon sok szeretettel köszöntünk itt a hangversenyközpontban. A koncertetek után is így az első kérdésem arra irányulna, hogy hogy éreztétek magatokat, milyen volt ez a ma este. Ez valami fantasztikus volt, és ezt nem udvariasságból mondom, és nem azért, mert hogy a szívem egy csücske szentes, és ugye a hangszerem miatt is nagyon erős érzelmi kötődés, és múlt értékeinek a megélése jelenik meg, hanem egész egyszerűen most a jelenben, jelen időben, itt és most, itt lenni szentesen, ez egy nagyon-nagyon jó érzés van. Egyszerűen azért, mert egy olyan közeg van itt a koncertközpontban, egy olyan fantasztikus szakmaiság, egy olyan csodálatos csapat, ami szerintem párját ritkít. Tehát az, hogy egy ilyen egyébként festően szép kisvárosban ilyen döbbenetes, erős koncertet legyen, ez Magyarországon is párját ritkítja, de én azért elég sok helyen jártam a világban, és azért nem sok ilyen ekkora léptékű város rendelkezik ilyen kulturális erővel. Úgyhogy ezért mondom teljes őszintességgel, hogy valami hihetetlen jó élmény volt itt lenni, jó érzés volt ezen a színpadon muzsikálni. Nagyon sokszor kerül az ember zenészként olyan helyzetben, hogy amit produkálunk, az egyszerűen nem megy át, mert esetleg nem olyan a hangtechnika, vagy a környezet nem úgy adja magát, és esetleg a közönséggel nem tudunk úgy kommunikálni. És itt minden adott volt. Ez tényleg, hát valószínűleg az elkövetkező 20-30-40-50 akárhány évben ezt mesélni fogok. Volt szentesen egy remek koncert. És azt gondolom, hogy szakmai emlékeket is felébresztett benned ez a koncert, hiszen ugye a térségünkhöz köthető népi, általad gyűjtött népzenéket adtatok már elő. Ez szempont volt? Természetes, tehát hogy azért, hogyha ezen a tájon járunk, akkor azokat a zenéket megmutatjuk, ami valamikor itt volt. Ez nem egy ilyen hagyományőrzés. Ugye Sebő Ferenc barátunk szokta mondani, hogy a hagyomány nem rab, hogy őrizni kéne. Mi se így gondolunk erre, hanem hogy ez egy kortárs zene, mi itt vagyunk, mi szeretjük ezeket a hangszereket, szeretünk így együtt muzsikálni, és azért hozzuk elő ezen a tájon ezeket a dallamokat, ezeket a motivumokat, mert ezek idevalók. Hogyha mi megmutatjuk, hogy ez milyen marha jó, akkor itt is ráébrednek arra, hogy a saját értékeik mennyire fontosak. Szentesre nem azért fognak eljönni az emberek, hogy olyasmit halljanak, amit a világ másik oldalán is hallanak. Az fogja őket érdekelni, hogy Szentes mitől szentes. Hogyha én ebből egy picit föl tudok csillantani, akkor szerintem még pedagógiai szempontból is elértem a célt. Koncert előtt végigpörgettem a közösségi média felületeiteket, és azt láttam, hogy elég be vagytok táblázva, ha mondhatjuk így. Ugye, ha egy kicsit visszamegyünk az időbe, történt egy lemezfelvétel, erről mesélnél pár szót. Ez most egy új projekt, sőt az egész beindulásunk és mostani aktivitásunk, ez egy viszonylag új dolog. Nem árulok el titkot, tehát hogy azért én több mint 30 éve a pályán vagyok, de egyszerre vagyok zenész, hangszerkészítő, tanár, most már intézményvezető, akadémikus, tehát nagyon sok mindent csinálok. És az életem különböző szakaszaiban más és más hangsúlyok vannak. Volt, amikor nagyon sok hangszert készítettem, volt, amikor teljes energiával az oktatásba és az oktatáspolitikába álltam bele, és most úgy érzem, hogy van annyi zenei mondanivalóm, hogy most nagyon sokat szeretnénk zenélni. És erre van is vevő közönség. Tehát az a hangzás, amit mi csinálunk, ez a Dekos Trió, ez egy nagyon izgalmas és érdekes dolog. És ezt az alapformációt találtam ki, hogy van ez a két tekerős, ez a toboz, és ehhez mindig hívunk vendégművészeket, partnereket. Így volt most itt Bormé Mihály barátom, a Vujicsics együttes alapítója, Kossuth Díjas előadó művész, vele nagyon-nagyon régen együtt dolgozom. És
így kezdtünk el együtt működni a nagyszerű ütőhangszeres barátommal, Kertész Ákossal, akivel az elmúlt években a budai improvizációs és világzenei táborban együtt dolgoztunk, fiatalokat tanítottunk névzenei alapú világzenei gondolkodásmódra, és én akkor nagyon megszerettem az Ákos hozzáállását a zenéhez. Nagyon sokszor így, hogyha a szakmáról is beszélhetünk, nem csak az a kérdés, hogy ki milyen kiváló a hangszerén, hanem hogy milyen lelke van, vagy milyen embersége. És abból alakulnak ki olyan kötődések, amik eredményezhetnek egy jó produkciót. És most ez a produkció van születőben, hiszen egyébként Borbély Mihály azért volt itt velünk, mert az elmúlt évben vele vettük föl a Viszi a Víz produkciót, és most a Acilla Gyémánt produkció pedig Kertész Ákoshoz kötődik. Úgyhogy mindig van egy ilyen, hogy Bokros trió is, ugye volt, vagy van, mint élő produkció, Bokros trió is, Borbély Mihály is, Bokros trió is, Kertész Ákos, és akkor sorolhatnám még az ilyen jellegű együttműködéseket. Merre láthat a közönség benneteket legközelebb? Hát most legközelebb nagyon gyorsan. Egészen pontosan holnap. Holnap, igen, jól hangzik, hogy a Papp László sportarénában, de nem miattunk telik meg a sportaréna, most még, hanem ott van az Országos Táncház találkozó, és ott az új produkciókat be tudja mutatni néhány zenekar. Örülünk, hogy az a kevés új produkciót bemutató zenekar között mi is ott lehetünk. Azután most nem tudom sorolni, a közösségi felületeinken ott vannak, mert most az áprilisunk nagyon húzós, és hát szerencsére a nyári fesztiválokon is, a Mistral Fesztiváltól kezdve Nagyvázsonyon keresztül elég sok helyen most majd megtalál minket a közösség. Köszönöm szépen! Köszönöm!